Üdvözlök mindenkit! Itt vagyunk a Maconkai víztározón, a Mátra lábánál. Egy keszeges horgászatra invitálok majd titeket. Keszeges etetanyagunk, ami 12 fajta magőrleménnyel készül, természetes alapanyagokból van összeállítva, és keszegkárász fogására alkalmas. Ennek a keszeges etetőanyagnak egy alkotó eleme a szúnyogos aroma, ami igazából a halak kedvence, és ezt fogom még hozzáadni adalékként ennek a felét. Mivel a dévérek szeretik a halas etetőanyagot, itt a bojlisok általában bojlit használnak és halliszteket, mi ezért adalékolunk hozzá egy halas etetőanyagot is, ennek a felét, csak a figyelemfelkeltés érdekében fogom bekeverni hozzá. Ez egy világos színű, halliszteket tartalmazó etetőanyag, önmagába is működik, önmagába is lehet használni a vízterületeken, szintén versenyeken használjuk. Az állaga az egy sejmes, látszik, hogy nagyon apró szemcsékkel van összeállítva, egész finom etetőanyag. Ehhez az etetőanyagokhoz kell hozzáadni 4 deci vizet, majd fokozatosan összekeverni, lehet ezt kézzel, vagy akár géppel is. Ha szükséges, akkor kell hozzáadni még kevés vizet. A metódos etetőanyagról van szó, de mivel az etetőanyag még nem teljesen kész és száraz, ezért még további vizet igényel, ahhoz, hogy metód kosárba töltsük. Mivel ha keszegezésre használjuk, így azonos szemcsemérettekkel kell, hogy rendelkezzen, amit itt látni is, hogy a 12 fajta magőrlemény az azonos szemcsére van őrölve, és már így egyébként is így használható, de én áttörném még egy rostán, a csomók elkerülése véget. Mint látjátok, a nagyobb csomók is fent vannak a rosta tetején, majd ezeket is simán át kell rostálni, akkor gyakorlatilag így néz ki az azonos szemcseméretű keszeges, kárászos etetőanyag, amit metódkosárba beletöltünk, és folyamatosan fog oldódni. Ha napközben kiszáradna az etetőanyagunk, akkor tovább nedvesíthetjük akár folyadékokkal, adalékokkal, vagy aromákkal, amit igényel majd a horgászat. Mivel készen vagyunk a keszeges etetőanyaggal és felkészültünk a horgászatra, itt a kollégáinkkal és a barátainkkal is leülünk egy horgászatra, ők nagy halazni fognak, és külön etetanyagot fogunk, illetve peleteket bekeverni. Megnézzük, hogy a fiúk mit hoztak magukkal. Sziasztok! Én a következő anyagokat hoztam a horgászathoz, amit szeretnék nektek bemutatni. Ez a Mafish Nutrition 2 mm-es karpellet, amit előző nap bekevertem. Én mindig szeretem előző nap bekeverni a pelleteket, többnyire azért, mert nem tudjuk előre, hogy mekkora a hőmérséklet a víznek, egy lehűlés, a tavaszi időszakokban nehezebbé teszi a bekeverést, főleg a haltartalmú pelleteknél. Mivel a nagy gáton vagyunk, számunkra egy bevált csali, a halibutos pelet, kagylós smoke aromával, így úgy állítottam össze a keveréket, hogy a mai nap csak ránedvesíteni kelljen. A horgászatunkhoz a következő csalikat fogjuk használni, ami a 2024-es Fehován már debütált. Elég nagy sikerrel vásárolták, amit visszajelzések követtek, amit a pecáik eredményességét mutatja. Az első csalit szeretném bemutatni, ez egy oldódó pop-up tintahal csali. 10 mm-es nagyságban van forgalomban, ami a horgászat során 8 mm-esre leredukálódik. Egy smoke-os, magyarul egy füstölő bevonatot kapott, ami után akár a vízközti halak, akár a felszínen tartózkodó halak is utána mennek a csali után. A következő csalink ugyanebből a szériából a mangós, ugyanezekkel a paraméterekkel, ez egy élénkebb, narancsárga színű csali, ugyanúgy 10 mm-es változatban kerül forgalomban, viszont egy pár perc után 8 mm-esre csökken úgymond a térfogata, amiből szintén ugyanúgy egy ilyen smoke-os, felhős dolgot enged ki magából, ami a vízközti és a felszíni halakat is a vízfenékre csalja. A következő csalink egy tengeri hal nevezetű, szintén pop-up csali, ami egy pirosas, bordós árnyalatú csali, ami
általában akkor működik, amikor fényviszonyváltás van, úgymond egy napsütés után egy borongósabb, sötétebb fényviszonyok jelennek meg a tóparton, vagy a vízparton. Ez egy univerzális csali, ami minden időszakban megfelelően működik. Az utolsó csalink szintén ugyanebből a szériából való, egy vajsavas ízesítésű pop-up csali, ez 8 mm-es változatban kapható, ennek nincs külső rétege, viszont intenzív ízével, intenzív aromájával kapásra bírja a legfinnyásabb halakat is. A mai napra másfél doboz 2 mm-es karpeletet áztattam be az előző nap, amihez, ahogy említettem, egy kagylószmókot kevertem. A víz mennyiségét mindig az időjárási körülmények határozzák meg. Nem mindegy, hogy hány fokos vízbe, hány fokos hőmérsékletbe horgászunk, ez befolyásolja a hozzáadott víznek a mennyiségét. Szilikongyűrűvel lesz majd a csalizás. Ez azért jó, mert ha szárazabb mondjuk a pelletünk, akkor így is tudjuk használni. A fehér halállomány kedveli, és a pontyok is szeretik. Üdvözlöm a kedves nézőket! Én, amit magammal hoztam és amivel készültem, a nagy halaknak szeretnék kedveskedni. Egy szénhidrátos alapú pelettel, és még rakok bele majd egy kis halasat is, nagy halakra gondolva. A tavalyi évi sikercsalinkból pedig a csilis és a vajsavast választottam erre a napra, illetve a régi nagy klasszikusunk, az ananászos popa. Ez mindig kihúzott a bajból, mindig nagy halat adott. Én a klasszikból egy dobozzal keverek be, ez 400 g. A keresőpecára szerintem elég lesz a mai nap. Öntök hozzá vizet, feláztatom a peletet. Én úgy szoktam, hogy kevergetem, mindig adok hozzá egy kis vizet, amennyit kíván. Még rakok hozzá egy kis halibutos peletet, gondolva a nagy pontyokra, meg a topokra, mert nagyon szeretik. Most ezt a két fajtát összekeverem. Egy kicsit lenyomkodtam a peletet, hogy jobban magába szívja a vizet. Most várunk egy 5 percet körülbelül, és utána még megnézzük, hogy igényel-e vizet. Ha igényel, akkor spritznivel utána nedvesítek. Azért szeretem ezt a növényi alapú peletet, mert ez gyorsan felázik, és gyorsan bevethető.
Mai dévérezésünk véget ért, és a pontyozás is nem maradt eredménytelenül. Szebbnél szebb halakat fogtunk itt Maconkán. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!